Sziasztok, kedves művészeti podcast csatorna nézői és hallgatói! Én Tóth Xenia vagyok, képzőművész, és mai vendégem Ács Kinga Noémi képzőművész lesz. Szia! Szia! Szia, Széni! Köszi szépen a meghívást. Ács Kinga Noémi vagyok, képzőművészettel, pontosabban installatív művészettel foglalkozom, és igazából erdélyi születésű vagyok, és egy ilyen 7 éve jöttem Budapestre egyetemre, valami ketten megismerkedtünk, mert egy év folyamban jártunk. Igen. Úgyhogy onnan jön a kapcsolódásunk. Igen, és ugye mostanában az installációs művészet került nálad a főszerepbe. Mióta kezdtél el vele foglalkozni? Hát igazából szerintem egyetem második fél évé, nem második fél év, de ilyen második évétől kezdett úgy igazán érdekelni. Én amúgy képgrafikára jártam, és ott nagyon kötelezően megvannak, hogy milyen technikákat kell megtanulni, elsajátítani. Régi technikákról van szó, például linoleum metszettől elkezdve részkarc, litográfia, szitanyomás, és egy idő után nem kezdett el úgy igazán kielégíteni a síkbeli ábrázolás, és elkezdtem szétvágni, elkezdtem kicsit tovább gondolni, meg gondolkozni azon, hogy vinném ki a térbe, milyen témák érdekelnek, azt esetleg milyen szimbólumokhoz társítanám, és hogy valahol ez az egész ilyen síkbeli ábrázolásból szeretném kicsit a térbe az emberek felé tolni a dolgaimat, vagy a gondolataimat, és ebből kezdett el elindulni az egyetem második évébe, akkor már a kipakoláson is ilyen installatívabb cuccokat állítottam ki, és ez így szép lassan, ilyen organikusan kezdett fejlődni, mint évről évre, egyre jobban mertem így kilépni, most már így még mindig van hova sokat fejlődni, de amúgy így kezdődött. És mostanában a tükör, vagy a tükröződés került a főszerepbe, ahogy Hát igazából ez már akkor is, igazából pont akkor már kezdődött, hogy ilyen tükröződő papírokkal kezdtem dolgozni, szóval ez nekem ilyen szerves, szintén egy ilyen szimbólumként van jelen azóta, csak mindig egyre többet, vagy egyre másképp alakítom át, hogy milyen tükröződés, vagy hogy milyen reflexiót akarok mondjuk bevinni. Szóval igazából nem ez egy ilyen szimbólum, hogy a tükör vissza tükrözi a teret, az embereket, akik belenéznek, akkor ez kicsit ilyen önreflektív folyamat számomra, hogy pont arra próbálok hangsúlyt fektetni, hogy az emberek nézzenek szembe magukkal, és közben meg a világunk is valahol így a társadalom arra fele halad, hogy az ilyen individuum, meg az ilyen önértékelés, meg folyamatosan ez a magamutogatás, vagy hogyan nyilatkozik meg igazából az ember a világban, az nagyon fontossá válik, hogy az individuum hogyan mutatja meg önmagát, vagy sem. Igen, szóval... Igen, ez egy elég fontos kérdés. Igen, elég aktuális is. Egyébként én most azért is kérdeztem, hogy most aktuális, mert hogy én azért emlékszem olyan munkáidra, amikor például kenyérrel dolgoztál, amikor cukorral dolgoztál, de mondjuk ott is megjelenhet az áttetszőség, vagy a fény áteresztés. Nyilván, csak hogy én nekem nagyon például megvannak ilyen benyomás szinten ezek az apróbb kísérleteid még ezek mellett, és az úgy érzem, hogy most pedig tényleg kicsúcsosodott ez, vagy kitökéletesítetted az üveggel, vagy plexivel való munkát. Hát igen, nem, azt nem tökéletesítettem. Ott hát is most... azért sok mindent van, hogy... De ami édes, hogy ezt mondod. De igazából próbálom szervesen beleépíteni, vagy mindig kicsit akkoriban is, amikor másfajta ilyen effemer anyagokkal dolgoztam, amik eltűnhetnek, mint például a mézes kalács, vagy a cukor, amit te is említettél, akkor is beleépítgettem, de akkor azoknak volt egy másfajta jelentés, ez az ilyen emberbe való beépülési folyamat, és ott persze azon volt a hangsúly, de ahogy szeretem igazából csak amiért ez az önreflexió miatt mindig így egy kicsit beleemelni, vagy többet, igen. Attól függ a témától, hogy... Igen, és nagyon sokszor, hogy mostanában rávilágítasz ilyen emberi problémákra is, mint például a szerencsejátékfüggőség, hogy ezekhez miért kapcsolódsz, vagy miért pont ezeket a témákat feszegeted? Aha.
Hát igazából nem is a szerencsejáték függőség, maga a függőségnek a vonása. Igen, igazából maga az ember, a függőségnek is többféle folyamata van. Van maga az emberi függés, hogy én függök, mint ember mondjuk a másik döntésétől. Uh-huh. Ugye ez az egyik fajta vonulat, és a másik, amelyiknek van egy kellemesebb és egy drasztikusabb formája, az egyik a durva függőségek, és a másik meg a kevésbé, de minden ember életében megjelenik valamiféle függőség szerintem. Abszolút. Vagy én úgy érzékelem, hogy minden ember valamitől függő egy picit, igen, de ezt nem kell mindig teljes mértékben drasztikusan, vagy nem drasztikusan gondolni. Igazából nekem van az életemben, volt van az életemben olyan, aki erősen függő, és ez kezdett el így gondolkodtatni ennek a bejárás, hogy valaki hogy próbál a függőségektől egy kicsit megszabadulni, külső szemlélőként vagy támogatóként ebben részt venni, és maga észrevettem, hogy eléggé a saját generációnk, vagy a generációnkban több ember is sokkal nagyobb függőséget mutat dolgok felé, és igazából ez csak elindított uh-huh. egy ilyen folyamaton, hogy gondolkozzak magán, hogy mennyire mi emberek el tudunk könnyen valamihez így kapcsolódni, amire ráfüggünk. Igen. És itt nem feltétlenül a drasztikus formájára, mert én magam is tudok függeni nagyon sok dologtól, de hogy egyikből tudunk a másikba esni, nem feltétlenül tudjuk lerakni, ez inkább uh-huh. csak az, aminek kell gondolkozni, hogy hogyan tudunk ezekkel appellálni, hogy másokat ne bántsunk magunk körül. Uh-huh. Hogy másokat ne bántsunk meg, hogy mi úgy éljünk azokkal a függőségeinkkel, úgymond, vagy éljük meg azokat a függőségeket, hogy közben a másikat mellettünk ne bántsuk. Aha. Ez elég nehéz szerintem. Igen, nem tudja ezt így kivitelezni, mindig és valaki igazából, sérül ebben a függőségben szerintem. Hát persze, de hogy maga ennek az ilyen enyhe változata, mondjuk csak az, hogy függ az én döntésem a tőled, uh-huh. vagy bárkinek a másnak a döntésétől, az is egy nagyon másfajta folyamat. De hogy ezek mind általában azért vannak, mert az ember szeretne valami boldogságot elérni, van egy vágya, sóvárok valami után, és akkor annak is könnyen a függőjévé uh-huh. tud válni. Igen. És ezek így elkezdtek érdekelni, hogy az ember igazából az identitását hogy alakítja ki ezeken a vágyakon, vagy sóvárgásokon, vagy boldogságkeresés útján, és hogy tud függőjévé válni már csak a boldogságnak a megteremtésének az igen. útján. Ja, úgyhogy mostanában ez érdekelt, vagy izgatott. Van, nagyon izgalmas téma, az biztos. Valamint ezek a munkák most mind interaktívak is. Vagy nagyjából. Igen, igazából kettő. Ez egy sorozat. Ez egy ilyen műtárs sorozat, amit utoljára állítottunk ki a K11 laborban. És ez egy ilyen út, egy boldogságkeresés útról. Szóval pont ez az ilyen az idealisztikus ablaktól, ami kevésbé interaktív, a teljesen interaktív rulettig, ahol szintén feláldozol mondjuk minden pénzt, időt, energiát, szimbolikusan uh-huh. valami a boldogságkeresésednek az útján. És hogy ez mikor válik ilyen toxikussá? Igazából ez az ilyen kérdésem, uh-huh. hogy mikor tud az ember leállni, és egyet viszont is lassabban megteremteni magának ezt a boldogság utat, mert azért nagyon nehéz szerintem a generációnknak is, hogyha nem egy nagyon magas életszínvonalú családba születsz. Igen. Akkor nagyon sokat kell érte. Tegyél, küzdjél, közben elfáradsz, kimerülsz. Szerintem a kiégés nagyon könnyen tud a mi generációnknak a... És akkor a könnyebb utakhoz próbálsz nyúlni, mint például egy jó kis szerencsejáték. Hát igen, igazából szerintem ez látszódik, hogy mennyire fontossá vált a szórakozás, maga a szórakozásnak az élménye szerintem. A közegünk mindig is fontos volt, hogy az ember kikapcsolódjon, csak hogy mostannyira mennyire uh-huh. szükségessé vált az, hogy az ember elengedje munka után, meg a félelmeit, igen. Vagy pont úgy tombolja ki. Szóval igen. ezek mindjárt... Szolgáltatásokat vásároljon igen. a boldogságára. Igen. Igen, és akkor ez egy könnyebb út a fele, hogy elér egy pillanatnyi boldogságot, ami lehet, hogy szétrombol egy csomó mindent, amit addig te építgettél. Igen.
Szóval ezek érdekelnek, ezek nagyon, a kérdések mostanában. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan készül, mi a metódusa az installációidnak? Hogyan készül? Egyedül csinálod-e? Hát igazából ez mostanában kicsit úgy, úgy alakult, hogy szerencsére, hogy általában meg tudtam előre, hogy lesznek bizonyos kiállítások, ha nem is biztos a dátumot, de előre jó pár hónappal, hogy voltak felkérések, és akkor vagy téma nyomán, vagy már eleve volt ugyanígy egy gondolatom, hogy mik azok, amik engem például izgatnak, vagy problémát érzékelek a környezetemben ezzel kapcsolatban, vagy én hogyan élem meg. Szóval általában egy kicsit a saját életemből merítek ebből a szempontból, vagy a környezetem plusz sajátom, hogy mi az a kérdés, ami most engem nagyon foglalkoztat. És akkor ezen kezdek el így gondolkozni, hogy én ezt hogyan élem meg, akár kicsit kutatni, olvasgatni erről, másokkal beszélgetni, hogy főleg a környezetemben ki hogyan gondolkodik erről. De általában egy nagyon személyes megélésből indul az egész cselekménye. Egy picit ilyen filozófikus szempontú is, hogy én erről így mit gondolok. És akkor igazából így indul el, aztán szép lassan így keresgélni kezdem a motivumokat, amikkel így összekapcsolnám azt az érzést, vagy azt a gondolatot, ami engem ezen így elindított, és elkezdem felépíteni gondolatban a tárgyat, hogy én ezt így hogyan tudnám megformálni. Akár úgy, hogy videóval együtt, akár hogy szeretném, hogy mondjuk belekapcsolódjon, mert általában interaktívak is a műtárgyak egyben, hogy mások hogyan kapcsolódjanak, igen, szeretném, hogy kapcsolódjanak hozzá, és akkor ezt így elkezdem így felépíteni, utána digitálisan szoktam megtervezni a művet, és utána pedig nekem van egy lézervágó stúdió, akikkel fel szoktam venni így a kapcsolatot, és ők szokták megcsinálni nekem igazából a különböző részeket, amiket én majd összerakok, mint egy ilyen kis kirakós, vagy ilyen felépítem magát a tárgyat végül otthon. És úgy kerül végül utána a térbe, de a tér is szokta ezt így átformálni, hogy milyen maga a tárgy, és akkor mindig egy kicsit helyspecifikusan próbálom összeegyeztetni az adott kiállításnak a tematikájával, vagy kibontani, vagy kevesebbet kirakni, szóval mindig, ha van is egy tárgy, az folyamatosan formálódik egy adott kiállító térnek a lehetőségeihez, vagy a hogy milyen embertípusok mennek esetleg oda, vagy maga a profiához, vagy ki, akikkel, igen, vagy akikkel mondjuk kiállítok. Ja, szóval maga a tematikához, akkor ezt mindig egy kicsit formálom. Ja. Szuper. Ezek a tárgyak akkor lebonthatók is? Tehát, hogy például úgy rakod el, amikor mondjuk vége egy kiállításnak, hogy szétszeded, szétaplikálod, és akkor... Van, amelyik igen. Aha. Van, amelyik kifejezetten több részből áll általában. Szét kell 3-4 feleszedni, és akkor külön elcsomagolgatni. És akár külön is működnek. Van olyan része mondjuk egy-egynek, ami mondjuk egy külön tematikában is esetleg megállhatja másfajta dologgal összeegyeztetve a helyét, de van, ami mondjuk egybe, van, ami kompaktabb, de általában több részből, ilyen 2-3 részből áll. Aztán persze sokat gondolkozok a jövőben, hogy szeretném úgy megoldani, hogy mondjuk a csomagolás is, hogy akár egybe marad, csak akkor nagy teret fog, szóval amíg még így nincs úgy elegendő terem ahhoz, hogy... Nincs egy raktáram. Hát igen, nincs egy egész hatalmas raktáram, ahol egybe tudom az installációt tárolni, mert az is azért nagyon sok pénz. Persze. Igen. Addig így meg kell oldani a lehetőségekhez mérten. Igen. De majd a jövőben remélhetőleg erre lesz nagyobb. Úgy legyen. Igen. Szerettem volna kérdezni, hogy mesélnél egy picit mondjuk így a legutóbbi kiállításnak a munkáiról? Hát igen, ez igazán az volt a címe, hogy Sangenivet, ebben 5 művész volt benne, és 2 kurátor, és igazából ez egy ilyen sorozat volt effektív,
két kiállítás valósult meg, az egyik a K11 laborban utoljára, és előtte meg a Skuczban, és a művek pedig szervesen fejlődtek egymás után, és ez a közös tematikánk, vagy kiinduló pont, ez az édeni állapot, vagy ami nagyon sok kultúránkban is megjelenik, ehhez való kapcsolódás, hogy ki hogyan éli meg ennek a visszavágyódás szimbólumokat, akár disztópiáját, szóval igen. Igen, izgalmas volt. És mesélnél egy picit a te saját szimbólumaidról, mert nagyon fontos szerepet játszanak a munkásságodban. Ja, hát igen, többféle szimbólummal szoktam appellálni, igazából az egyik az játékszimbólum. Az nekem nagyon fontos, mert effektíve az emberek a játékon, meg a meséken kezdenek el tanulni gyerekként, de még felnőttként is effektív játszmákat, meg emberi játékokat szoktunk folytatni egymás között, és hogy a játék folyamata által nagyon sok tanulságot lehet levonni. Maga az, hogy stratégiai játék, de hogy játszod azt a játékot, egy kártyajátékról van szó, ahol többen játszottok együtt, vagy egy dartsról, ahol ketten játszottok, hogy ez mindig ilyen, a maga a játék metódusnak is van egy olyan szimbóluma, amit én szeretek beépíteni, hogy mindig elgondolkozok, hogy egy adott tematikához milyen játék tanulságát szeretném beleépíteni. Legyen az szerencsejáték, stratégiai játék, stb. Gyermekjáték akár, és ezek is különböző ilyen aspektusokat ölelnek fel. Szóval nekem ez egyik ilyen alapszimbólum. Akkor a másik a tükör, amiről volt beszélve, hogy ilyen eleve a teret is magába foglalja az embereket, akik körülötte vannak, illetve visszatükröz azt az embert, aki belenéz. Szóval, hogy egy picit a részévé válik. És akkor ez, amit ilyen mindig használok, és ezen felül meg szeretem kitágítani, akár FMR, akár plexi fele, akár áttetsző dolgok fele, akár... Szóval ez a többféle aspektus szeretek. Szeretek amúgy kísérletezni is ezekkel. De ez az ilyen két alapmotívum, amit mondjuk így szervesen szoktam így alkalmazni. Van több ilyen beszélgetés arról, hogy lesznek még az kiállítások, így a jövőre nézve is. A fix dátumot... De ezzel a csoporttal egyébként? Lehet, hogy majd igen. Most egyelőre kell egy kis pihenés, hogy így kicsit így mindenki leengedjen, mert azért mindig ez egy intenzív folyamat egymás között. De biztos, hogy lesz a jövőben úgy, hogy vagy személyenként, vagy együtt akár is, mert tök jól működött. Így egyben a munkák is, meg aztán így az egésznek a kiteljesedése. Igazából pont most volt az Erasmusos kiállítás a képzőnek a Barcsai termében, 35-ön voltunk, azt hiszem, művészek. Szóval sajnálom a nézőknek, hogyha már erre nem tudtatok eljutni. Aztán még lesznek több ilyen függőben lévő projekt. Igazából nekem, ami téma fog nagyon-nagyon érdekelni, vagy már most nagyon érdekel, ez az ilyen női szorongás effektív, az ilyen neoliberalizmus, neoliberalista politikák nyomán, főleg ami mondjuk így a termelékenységünkkel kapcsolatosan van jelen, hogy a politika nagyon elvárja, hogy effektív szüljünk, de mellette nehezen tudjuk megteremteni az egzisztenciális hátteret, igazából nem is tudja sok nő, hogy ezt szeretné-e igazán, vagy azért fesznek fel nagyon sokan hitelt, hogy tudjanak lakást venni, ami egy tök jó dolog, hogy amúgy a politika szeretné az embereket igazából arra ösztönözni, hogy mondjuk családot alapítsanak, lehessen fészkük. Viszont ez akár társadalmilag, akár a saját generációmban, akár családom belül, most nem a saját családomra értem, de hogy sok ismerősöm van, akik mondjuk ez ilyen nyomás. Vagy mikor elmész egy társaságba, és akkor már megkérdezik, hogy ez eljegyeztek-e, vagy akarsz-e szülni, mikor akarsz, ezt hogy akarod összeegyeztetni, és közben meg nincs meg az ilyen
a keret, olyan társadalmi háló, ami a nőket igazán megvédené. Igen. Hogyha most gyermeket vállal, mert nem biztos jelen pillanatban, hogy például a párjukkal együtt maradnak a jövőben, akkor igazából a gyermekterhe a legtöbb esetben mindig a nőkre fog hárulni, és hogy ez egy igazán erős szorongás kezd létrehozni, például bennem is, hogy én szeretnék egy gyereket vállalni, úgyhogy az egzisztenciámat nem biztos, hogy meg tudom teremteni hozzá, hogy biztonságba érezzem. Igen. És például engem ez a kérdés nagyon izgat mostanában, úgyhogy elmúltam 26 éves, és egyre inkább többen kérdezik meg, hogy na, mikor akarsz férhez menni, mikor akarsz gyereket, akkor mik a jövendőbeli terveid, főleg úgy, hogy képzőművész vagy, és ez egy még inkább nehéz kérdés, hogy ez hova akarsz ezzel eljutni. Igen. Nem is az, hogy tudod, hogy hova akarsz eljutni, de tudod, hogy ez egy 10-15 éves befektetés fiatal képzőművészként, mire neked esetleg összejön a karrier. Igen. És ezek mind ilyen nyomás, ilyen kis görcsök benned, kelet-európaiként, fiatalként. Szóval igazából ez az ilyen kérdések vannak bennem, hogy ezek így hogy lehet ezzel appellálni, vagy feloldani kicsit, hogy igazából hol van az én identitásom, mit szeretnék én igazán, közben ketyeg a biológiai órám, most nem arról van szó, hogy én szeretnék gyereket, hanem elbizonytalanodtam abban, vagy a gondolatban, hogy én valaha akarok-e olyan körülmények közé, hogy egy albérletbe szüljek, esetleg, hogy nem tudom, hogy a jövőben nekem meg lesz ez a biztonsági hálóm arra, hogy mellette karriert tudok építeni. Uh-huh. Szóval ezek a kérdések így izgatnak, és tudom, hogy ez így többen is, ez így a környezetemben így vannak ezzel egyre többen. Igen. Nagyon aktuális és nagyon ingoványos téma, azt hát biztos. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezeket a kiállításokat, élettapasztalatokat és érdekes művészetbéli dolgaidat. És most hozzátok szeretnénk szólni, kedves nézőink és hallgatóink, hogyha tetszett az epizód, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, valamint várjuk a hozzászólásaitokat is. Sziasztok! Sziasztok! Köszi szépen a felkérést! Én is köszönöm!